Ebben a hűtőházban állandóan hidegnek kell lennie. A benne tárolt áruk miatt ezt azonban csak folyamatos energiaellátással lehet biztosítani. A villanyszámla kifizetése eddig nem okozott gondot a tulajdonosnak, most viszont a megemelkedett energiaárak az ő pénztárcáját is jelentősen megterhelik majd. Ugye az energiaáremelés az gyakorlatilag tavaly ősszel indult be, először a gázárral, és akkor van akkor november végén a villamos árammal is. Én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások, akik a világpiacon vásárolták az áramot, azok tisztában voltak azzal, hogy azért ez erősen tud mozogni, de ekkor áremelkedésre senki nem számított. Csak összehasonlításképpen mondom, 2018-ban mondjuk az áramot mi vettük kilovattonként 13 forint 90 fillérért. Ha most akarnám megvenni a világpiacon, akkor durván nettó 145 forintért, tehát 10-szeres áron lehetne megvenni. Saját esetükben azt tudom mondani, hogy mi megvásároltuk a tavalyi évben, az elkövetkező két évre az árammennyiségünket viszonylag nyomott áron, de nyilván ez egy adott szerencsés pozíció volt. Nagyon sok más vállalkozásnál azért azzal lehet számolni, hogy a gázár már tavalyi évben a korábbinak az ötszörösére emelkedett, és azóta is folyamatosan emelkedik. A villamos áram pedig a korábbi, akkor is, hogyha mondjuk egyetemleges elszámolásban voltak, és 30-40 forint közötti áramár volt, a villamos áram most is nettó 130-140 körül van, és folyamatosan emelkedik. De nem csak az energiaárak emelkedése okoz fejtörést a vállalkozásoknak. Az üzemanyag a másik probléma értelemszerűen. Ugye az Európai Unió és Oroszországnak a kakaskodása, vagy akár hívhatnám úgy is, hogy az ukrán invázió miatt gyakorlatilag az üzemanyag ára rettenetesen megemelkedett, és úgy gondolom, hogy Oroszország a hideg közeletével egyébként tovább szorítja azokat az ellátási láncokat, amik eddig sem voltak túl széles keresztmetszetűek az Európai Unió országai számára. Azt gondolom, hogy az orosz olajról leválni egyelőre nem lehet. Ehhez nincsenek meg valószínűleg az infrastruktúrális feltételek sem, és éppen ezért ugye tudjuk jó, hogy a magyar kormány bevezetett egy hatósági áras rendelkezést az üzemanyag vonatkozásában. Mi viszont ezzel nem tudunk élni a jogszabályokat a kereteken belül, illetve gyakorlatilag egy cég sem tud élni, hiszen akinek céges autója van, már pedig a teherautók természetesen azok, azoknak piaci árat kell fizetni az üzemanyagért. Ez azt jelenti egyébként, és ez a változás augusztus elején volt, hogy a korábbi 480 forintos üzemanyagár helyett kb. 820 forintot tudunk tankolni, amiből könnyű kiszámolni, hogy ez durván egy 60%-os emelkedést jelentett azonnal. Ezt a jelentős áremelkedést nem lehet kigazdálkodni, ezért az árakban kell érvényesíteni, amit majd a fogyasztó fizet meg. Egyelőre azonban nem vehető észre kereslet csökkenés a megnövekedett árak ellenére sem. A rezsivel kapcsolatos hírek ugye kijöttek július elején, ott volt egy ilyen jó háromnapos pánik, hogy mennyi lesz a rezsiköltség, de úgy gondolom, hogy mivel az emberek nem érzik még a saját bőrükön, ezért nincs semmiféle visszacsatolás ennek a rezsiár emelkedésnek. A másik ilyen idézőjelben vett probléma, inkább azt mondanám, hogy magyar sajátosság, az a hitelmoratórium, ami ugye évek óta fenntartásra kerül. Ezzel kapcsolatosan két probléma van. Egyrészt, hogy szerintem a lakosság leszokott arról, aki él ezzel a hitelmoratóriummal, hogy neki ott törlesztenie kell havonta, és nem vagyok benne biztos, hogy most is félreteszi azt a havi összeget, ami a hitel törlesztéshez kell. A másik a vállalkozásoknál van, hogy azt gondoljuk, hogy van egy csomó még prosperáló vállalkozás, és ezek a vállalkozások szerintem már tetsz halottak, vagy élő halottak, gyakorlatilag csak a moratórium tartja őket életben, hiszen ahogy a moratórium lejár, ott az egy nagyon nagy különbség, hogy a lakosságnál lehet futamidőt hosszabbítani, annyival, amennyi időt igénybe vett ugye a moratórium alatt. A vállalkozásoknál viszont a kamatot is, és a tőkét is azon a lejártá teszik, azt viszont szerintem rettenetesen sokan nem tudják kifizetni. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is megerősítette, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak a vállalkozók. Jelenleg eléggé vegyes a kép, mert számos jogszabály változott, ami keményen érinti a vállalkozókat. Ilyen volt például a Kata jogszabály megváltoztatása, és annak a következtében gyakorlatilag megszűnt a Kata lehetőség. A legtöbb vállalkozó számára, hát ez nagyon negatívan érintette a vállalkozókat. Jelenleg is sokan keresik, hogy egyáltalán milyen formában működjenek. Ez nagy zavart okozott.
a vállalkozóknál, azon kívül hát az általános infláció is komoly gondot okoz, mert hiszen a beszerzések azok megnövekedtek, az egyéb anyagok beszerzése az gyakorlatilag negatívan érintette a vállalkozókat. És a legnagyobb baj, hogy nem látjuk még az alagút végét, hiszen a vállalkozók számára a komoly változás októberben fog bekövetkezni, addig a legtöbb vállalkozó keresi az utat, hogy hogyan tud a következő időszakban egyáltalában működni. Októberben megszűnnek azok a ugye, szerződéseket, amit a vállalkozók előre kötnek, az árubeszerzéstől kezdve az értékesítésre vonatkozóan, és új szerződések lesznek, és a legtöbb esetben még nem is tudnak szerződést kötni, hiszen néhány cég bejelentette, hogy nem költ most szerződést. Ennek következtében nem tudnak a vállalkozók előre spekulálni arra, hogy milyen szerződéseket kell nekik kötni. Azonban az infláció nem csak az árubeszerzésnél, hanem az értékesítés esetében is gondot jelent. Hiszen nem lehet úgy értékesíteni, hogy eleve veszteséggel értékesítsen, ha pedig egyáltalában nincs szerződés, mert most ez a legnagyobb gond, hogy nem kötnek a vállalkozókkal szerződést, a nagy kereskedelem és a nagy beszállítók nem akarnak szerződéseket kötni, mert arra hivatkoznak, hogy nem tudják, hogy ők hogyan, milyen áron tudnak árut beszerezni, tehát ez eleve gondot okoz, úgyhogy egyáltalában senki nem tudja pontosan gyakorlatilag, hogy milyen kondícióval tud a jövőben dolgozni. Tehát a jövő meglehetősen bizonytalan, ezért a szakemberek szerint érdemes felkészülni és vészforgatókönyvet összeállítani, megnézni, hogy a vállalkozáson belül hol lehet csökkenteni az energiafelhasználást, mivel lehet optimalizálni a költségeket, hogy személyi elbocsátások nélkül is működőképes maradjon a munkáltató.